Nos, a Teo, sziasztok, üdvözlök mindenkit, itt a Revidő csatorna. Nos, folytatjuk a Red Dead Redemption 2 végigjátszásunkat, ha jól emlékszem, ez már a harmadik rész. Hát ugye észrevettétek, hogy sajnos egy küldetésre lemaradtatok, ezt természetesen az én fassalgamnak is köszönhetően, de mindegy, ebben lesz, ne foglalkozzunk. Fú, most jól lesz előenni újra a Red Dead Redemption 2-t, ugyanis elég régi játszottam a játékkal, meg kell mondjam őszintén, nem tudom egyébként, hogy kell játszani már. Uncle, ébredj! Na. Akkor menjünk egy következő küldire. Uncle még semmit nem változott a játék kezdete óta. A végéhez képest. Na jó, most igazából arról beszél Arthur és Uncle, hogy most el kell mennünk Valentine-ba egy kis... hogy elvisszük ezeket az őket, és hogyha maradt vagyunk, akkor... veszünk egy kis kaja, cigarettát, élelmiszert, akarmit. Nem tudom, minek ez a büdös cigi. De mi? Mondjak, hogy énekeljenek. Na ez igen, régen ilyenek voltak a rádiók. Nem is rossz. A Valentine. Na. Na, egyébként itt vagy előttük egy lass kocsi, amivel egyébként nem sokanra lesz egy kis izénk. Hoppa, elszaladtak neki a lovai. Tényleg meg lehet neki most találni, hogy segítsünk ott. Figyelj, segíts magadon, te idióta. Nem tudsz izé lovakká bánni, akkor miért neked a lovak? Damn horse. Na, nem lebaszom én a hülye lovait. Csessze meg. Gyárunk ma. Hogy miért nem segítettünk neki? Hát rohadjon meg! Hát most minek segítsek neki, hogy őszintén? Mint fuck you, Arthur? Hát fuck you neked, akkor... na, leszállni! Takarodja! Nem visz meg tovább! Hát viszont muszáj lesz, úgyhogy cseszthetem. In the best. Na jó. Itt vagyunk Valentine gyönyörű valósága, ott van a híres nem is torony, amit most eltakar, ezek hülye fa. Illetve itt van egy szerencsétlen, egy lovas kocsival. Áj, annyira régen játszottam a Red Dead Redemption, most nagyon jó újra elővenni. Kurva jó. Mindig hazaszoktam, hogy ottan jobb alsó sárokban viszont ott van mindig a kilométer óra. Hapos nincs ottan, mert a lovak ugye, akkor ugye ilyesmi nem volt. Régen, meg most sem. Na most csak kisebb esély. Na, így építettek régen, nem tudom, látjátok-e. Szerintem igen. Fú, nagyon hangulatos a játék, esküszöm. Szívesen értem volna egyébként ebben a korban. Egy ilyen kis városkalban, nagyon jó lehet itt. Na. Köttem, megállunk. Mondom, megállunk. Na, a lovak süket. Civilization. Egyébként Arthurnak majd szeretnék csinálni egy jó kis friszkót, mert a szakallat leszeretném vágni, illetve új rucisa arta az öregnek. És ott így elég hülyén néz ki, hogy őszinte legyek. Na. Come on, follow Uncle. Na mennyi Uncle? Is elég öreg vagy ezzel a... egyébként ez a Uncle, nem tudom, hogy őszintén hagyjatok el, de nézzétek. Úgy néz ki, mint a Mikulás. Nézzétek. Jó, a piros ruha eltekintve egyébként nem, de egyébként az arca, meg így a nagy szakal, tiszta Mikulás. Hány perc, 4 perc, amíg áll a videó. Nem rossz. Very funny. Mondja a Uncle. Jó, mit szólna, ha még ma beengedné oda köcsök? Na. Here's the place, majd itt állunk fél óra, ja, te hülye. Biztos hívott egy-két felest. So, what are you doing? Hát, vegyünk cigarettát.
Na, whiskyt. Mit kell enni? Cigar, oké, akkor az meg hol tudnak enni? Provisions. Nem, ez kaja. Vaj a cigar. Tonics. Vajon? Hát nem. Hoppa, olyan. Ammunition, hunting and fishing, horse, kay, clutting. Ja nem, azok ruhák a clutting. Hol a pöcsben vagy? Horse care. Muszáj, hogy a provisionben legyen. Nem tudom, hogy hol bázd meg, de muszáj, hogy itt legyen. Tobacco, az micsoda? Na, vettünk. Na, vegyünk még egyet. Jó. You're done. Browse the store. Oké. Na. Jó az, te Mikulás 2. Na jó. Mehetünk? Uncle. Te süket, mehetünk? Jó, mehetünk. Valahogy késka játék, nem tudom milyen bug lehet ez. Na. Lássuk. Itt van Uncle. Az igen, issza a viszkit. Na. Hey, Uncle. A büdös a szaldos, te Arthur-os, te büdös szaldot nem fog inni. Régen nem értem az, hogy ment. Gentleman. Gond van. Megtalálták egy ilyen nőt. Igazából tudom, hogy hol van, úgyhogy... Na, kussolsz! Na, ki vagy te csokoládé? Mindjárt kapsz egy fejest, ha? Húzza innen! Take it easy, akkor húzza! Vagy lövök! Fud el előném, de nem lehet. Na, takarodja! Tilly Jackson, you got lost. Takarodja! Na jó, most menjünk ide be. Vagy így leszünk, mert szerintem így a nézettség jobb. Hát ugye a kamera szolgálom a nézettség. Sure! Where is the fucking Karen? Oké. Oké, már tudjuk, melyik szobában van. És bántani akarja a kőt, úgyhogy menjünk gyorsan és teszünk róla, hogy ne bántsák a szerencsétlen nőt, aki ugye mi táborunk izéje. Berúgom az ajtót, miért nem lehet? Na, rúgjuk be! Na, hogy nézze őt ki? Mindjárt bebaszok egyet, aha. Ah, figyelj, ajaj! Ez mondjuk elég gyorsan megoldott, de nem reagált egyszerűen, hiába nyomtam még, hogy figyelj, hogyha majd tudom, kilútoljuk őt. Nem tudom, mi van nála. Van nála egy 51 cent. Elég csóró lehetett. Egyébként megverték a nőt, hogyha jól látom az arcát. Na. Kussolsz, vagy bevaszok egyet? Hülye pénzt arra sem, miatt egy portás. Elég íz, egy csóró hotel egyébként. Tehát, hogy nézzétek, függőjeket nem képesek újra várni? Hát ez tisztán lukácsosak, vagy alapból ilyen dizájnjuk van? Ha nincs mit, nincs mit, nincs mit. Na, Joker, come on, please, somebody. Na, ez egy köcsög, figyeljétek, ez egy buzi. Őt egyébként nem tudom miért, de most üldözőbe veszük el sokára. Spoiler. Come on here. Hát nem györi, de már buzi is nem mert kiállni Arthur ellen. Na jó. Be careful, mindjárt szétlőm a lovat, ezt
Na a kurva anyja. Hoppa, az a kamera szöktán mégsem volt a legjobb ötlet. Sőt, nem hogy a legjobb, sőt, nem hogy talán nem volt a legjobb ötlet, hát kurva arra nem volt jó ötlet. Ugye az innen hülye. El kell kaptam egy buzit. Oké, várja. Kilőjük a lovat. Nem, nem jó. Ajaj. Na, igazából. Hát nem kell csak innen, de menjél, paci. Na, és kifaggassuk őt, aztán kinyírjuk. Na, mondd. Ilyen köcsök. Hm? Ne, ne. Na, ennyi volt. Hülyéket nem hagyunk élve. You lost honor, can't... Hát, az anyja picsaját, na jó. Yep. Na jó. Akkor még szerintem két küldi lesz ebben a mai részben. Ha... Talán. Ha arra, hogyha nagyon úgy akarjuk. Ha osziál Metvesz, ez nem jó. Gyerünk vissza Valentine-be, úgyis akarok új sérót hallgatni. Hát még nem lehet, bazd meg, ezt nem tudom elhinni. Várjunk. Esquala. Mind a kettő szar küldire, de mindegy, megcsinálok mind a kettőt. De gyerünk vissza Valentine-be ebben a fosolóval. Ó, de azok mondjuk szép lovak. Lehet el kéne kötnünk őket, na de nem fogjuk mostan, mert nem érünk rá. Amitől ráérünk, de nincs hozzá a kedvem. Éppen ez az. Jó, rohadjon meg a horszoddal együtt. Nem tudom, hogy a játék nem össze, nagyon sok ilyen, hogy is mondjam, balfasztedve a játék, ugyanis nagyon sokszor azt varja, nem hogy elvarja, csak azt szeretné, hogy az embereknek segítsünk. Jaj, a horse, jaj, eltűnt. Mindig segítsünk, ez nem jó. Hey, alright. Itt megy a iszogatás közben. Itt a Mexikó egyébként, akivel megmentettük John-t. Jaj, de csúnyak adtok, úristen. Hat. Fú. Hát régen az élég hülyén néztek ki a nők. Na, lássuk. Talking with the lady. Na, itt van mellettünk Charles, ez az indiai, aki egyébként nagyon jó haverunk. Ez az indian, nem indiai. Hoppa, gond van. Hoppa, hát kocsmai verekedés. Ojojojoj, mit keménykedsz, mit, ha? Itt, na, kicsordult a orravére, mit akarsz? Nekem te itt a ne pofasz, akkor a bebaszok, hogy beszarsz, baszd meg a kurva. Kurva, anya, apicsalba, ez nem volt jó. Aja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 j
nagy szégyentelen hülye fasz. Ennyi. Na, várd itt össze. Tökéletes, ezt is kinyírtok, és akkor jön a főbossz. Ez a nagy dög. Akkor lassuk. Ajaj. Gőj mar meg. Gyerünk. Lelőni nem lehet őket. Nincs fegyverem. Ajaj. Na ez gond. Hé, hey, kussosz. Ojoj. Ojoj. Ez csöpet izé. Ez csöpet nagyon durva. Na figyeljétek. Hoppa. Nem mondom, bele fog kerülni egy pár pénzben izé. Megjavítsak az ablakot. Ajaj. Ez elég nagy ez a pacalk. Na se baj. És adok neki a pofajára. Ez nagyon... Szentség itt! Na. Ajaj. Ez nem jó. Gyerünk. Na megfújt. Csak nem ütem szét a gyomrat. Ajaj. Ez gond. Ajaj. Levette a hapjamat teljesen. Jajaj. Ez nem jó. Gyerünk.
Igen, így kell, meg tudom csinálni. Nem tudom megcsinálni. Arthur tud gyenge ehhez, gyere! Ajaj. Ajaj. Jaj, ne kinyírja Arthurt, ez nem jó. Megmondtam. Várj belőni, nem tudtam volna. Mondjuk egyszerű lenne, hogyha tudnám fegyvert is használni. Ez ilyen kocsmai verekedés korna, de se baj. Tőcsém van. Igen, ajaj. Még kezdődik előre a cica harc, hoppa. Hoppa, ott, ojjjj. Hát ott egy csicskalangos, nem baj. Itt én is adtam neki egy sajtos tejfölöst. Rohadt anyádat ma, nem igaz. És megint a földre küldött, hát mi az Isten? Gyerünk. Hát egy hogy? Ilyen utcára gyűrnek, az meg ott a háttérben leissza magát, az igen. Nem, igen. Ó, tökéletes. Jó, nem rossz, oké. Talán most úgy nyomva egyébként a kontrollen a billentyű, tehát a gombokat, mint egy állat. Ajaj. Nem tudom őt lelőni, hát ez... Mi ez? Nem tudom őt lelőni. Ja, mennyire saros ma egyébként Arthur. Gyerünk. Ó, tökör rúgtam. Na jó, most. Na most kell kinyírni. Ennyi, addig ütöm, amíg él. Gyerünk. Igen. Mindjárt vége. Stop that. Hey. Na nézd meg, ez sarras, levert engem. Húzz innen, mert neked is behallgok egyet. Jézus Mária, hogy nézed ki. Na jó, ebből elég volt. Bőven elég volt ebből, sőt. Ide meg valaki belehúgyozott, vagy mi? Ajaj. Na jó, tűnjünk el innen, azt mondom. Viszont le lehet most már nyírekozni? Hát, nem, mert nincs itten a fodrászat, úgyhogy nem tudunk. Doktor még nem kell nekünk. Úgyhogy szerintem... Gyerünk haza! Van három küldetésünk, az egyik Leopalds. Ja, ez nem jó. Másik Kieran. Nem tudom, azt van itt még egy Hausea Metvesz. Szerintem ez lesz a mi küldünk, majd ezt fogjuk megcsinálni még a valamány videóban. Szóval kéne kötnünk valahonnan egy lovat. Kitarrak, itt áll az egyik. Az... Jézus Mária! Nem ezt akartam! Hey! Easy! Maradsz! Hazamegyek a kutyán! Haza fogok lovagolni! Ja, hogy ez girl, ha? Nem tudtam. Wow. Na jó. Nem, fel akarok rá ülni. Na jó, gyerünk. Na. Van itt egy házikó. Elég szépen van megcsinálva. De tényleg, tetszik ez a környék, szép. Na gyerünk. Még egyébként csak tavasz van a játék van, úgyhogy még mindig nem ez az igazi ilyen western feeling, mert sokkal westernesebb is lesz majd a játék, majd meglátjátok, hogyha eljutunk természetesen a dalig, már pedig szerintem eljutunk majd a dalig. Nem ígérek semmit, de ezt a játékot olyan, mint a Need for Speed Heat-et végig szeretném játszani. Mert annyira jó játék egyszerűen, hogy ez valami nem igaz. Ajaj. Vonat? Nincs. Szép ez a hegy. Most feltettem majd egyébként, a milyen szép a játék. Egyébként itt van egy easter egg, ugye megmutatom nektek. Itt van egy ilyen... Hát hogy is mondjam, egy félig megcsonkított hullám, aminek lógnak a belső szervei. Ja nem, a ló nem kő nekünk. Már egy attál nyugodtan, itt egyikén vérfoltok vannak, és akkor itt van a bele. Fúj, úristen.
Egy pillanat, csak hol kell a izét csinálni, nem? Itten, nem? Akkor itten. Nem, egyszerűen nem tudom, hogy hol kell lerábolni egy nagy itten, mi az, mi a helyzet. De szerintem ez itten egy... Hát félig megevett hulla. Jézus Mária. És itt vannak a izéje. Fúj, menjünk innen, elivott, tűnjünk innen. Come on, girl. Na, menjél ma. Mozdulj ma, menjél ma. Na, gyere, mozduljál. Igen. 20-nál tartunk. 20 percnél. És akkor... Nem sokára odaérünk a tavarhoz. Kecskék? Ja nem, ezek izé, ezek őzek. Na, megérkeztünk vissza ide a tavarhoz. It's me, Arthur! Welcome back, Arthur! Ne kapok egy kis kajot? Na jó. Lennünk még hozzá a küldetéshez, ami szintén Valentine-ban lesz, ha jól tudom. Nem vagyok benne biztos. Ő egyik hozzá, akit... Na jó, spoiler, ezek meg fog halni, majd így a játék közepe fele. Szóval én pedig ez az öreg nagyon sokat fog nekünk segíteni igazából. Ő itten a nagy koponya, az öreg. Na. Igen, tudom. Most az én lovamat... Mert az én... Ja, az én lovam az itt marad. És akkor elviszük ezt a nagy lovat, eladni a vasarba, hogy vehessünk egy még szarabb lovat. Pedig ez egy nagyon jó ló. Nem tudom, miért kell eladni szerencsétlent. Tetszenek ezek a nagy lovak. Na jó, felülhetek. Na jó, hosszá, jó lenne menni, de gyere. Milyen nagy dögló ez? Amúgy. Nem akarom elhinni. Jó nagy. Na, gyerünk. Na, akkor elmegyünk Valentine-be eladni a lovakat, és venni egy újat. Hogy mi értelme van ennek? Rejtély. Szép ez a bejárat. De egyszerűen ebben a játékban minden szép. Nincs olyan dolog benne, ami ne lenne az. Mert biztos, hogy van mondjuk az a hulla ottan előbb, na de mindegy. Na gyerünk. Te nézzél, Holcia próbál viccelődni, több-kevesebb sikerrel. Mint hogyha valami agyi betegség, ami úgy röhög. De ez ne érdekeljen minket, inkább nézzük ezt a gyönyörű talját, ami a Red Dead Redemption-höz kötődik. Nézzétek meg, milyen szép. Tehát őszintén, sok játékkal játszottam Mario Temer, de egyik se volt ilyen szép, mint a Red Dead Redemption 2. Egyetlen egy se volt ilyen szép. Gyerünk! Nézzétek! Ez gyönyörű egyszerűen. Videón persze természetesen nem jön ad, de... Mondjuk, hogy egyetlen ad, hülye kérdés, amikor én is csak egy videójátékban látom. You're right. Az igen, adbaszott a füven. Arkon bokrom. Ló közben megdöglik. Annyira forradt ma. Lady Rowright, vagy hogy mondta? Na, itt vagyunk ma a rézéné. Ahogy a híjakba. A Horse Auction House-ba. Auction House. Csak nem Forza kocsikat árulnak itt, hanem rohadt izéket. Na, álljunk ide be a lóval. Elég egyszerűen hagyjuk itt a picsába. És akkor vegyünk egy, ezt először is adjuk el. Szerintem. Hey, vagra szakol előtt. Mert nagyon nagy. Hogy tudna? Iha, így kell eladni, oké. Okay. Akkor vegyünk egy... Hogy hívják ezt? Morgan. Amerika Standard. Fú, de gebeló. És van még ez a...
Dutch Warm Blood. Warm vér. Mindez a Morgan $15, vegyük meg. Az lesz a neve, hogy... Legyen az a neve, hogy... Hülye. Azért adok neki ilyen nevet, mert ugyebár nem lesz soka, igen, nem kell nekem. Visszaszerzem majd a régi lovamat. Alright, partner. You got yourself a deal. Uh-huh. And a fine new horse. I hope so. I hope so. Azt mondja. Fú, de saros az arcod, majdnem azt mondtam, hogy szaros, de mindegy. Ők lehet, hogy lószár, de mindegy. Stop leading. És akkor itt vagyunk. Hoseana. Köst. Kilépünk. Mondom, kilépünk. Hey. Hova mész, hülye gyerek? Maradja a nyugton. Boy. Ez fiú. Azt a lány, na mindegy. Igen, marha kicsi lótek. Hát nézd be, amikor milyen csepp. Jézus, marja, de kicsi. Hát Arthur hatszor olyan nagy, mint ez a ló. Jaj, de hülyén néz ki. Hát na jó, majd szerzünk valahogyan egy újat. Még nem tudom pontosan hogyan, de majd szerzünk. Na de. Úristen, de szépek a hegyek. Gyönyörűek. Amit láttam a megtekintések alapján, az eddigi előző két rész nagyon tetszett nektek, úgyhogy csapassuk tovább ezerrel ezt a játékot, és utána szeresen a GTA-t végigjátszást. Vagy nem tudom, lehet, hogy azt abba kéne hagyni, vagy nem érdekel senkit, nem tudom, majd írjátok meg kommentbe, hogy érdekel-e még téteket a GTA-t, mert nagyon vegyesek az érzéseim ma arra a játékkal kapcsolatban. Ma nem sokat szeretnék vele foglalkozni, mert az online, ami hát, de az egy másik téma. Maestro. Jaj, hogyha jól sejtem, ebbe ez a küldi, még közel nem ennyi, hanem még lesz benne egy ilyen dolog, majd mindjárt meglátjátok. Gyönyörű erdő. Nagyon szép. És 27 percen megy a videó. Baszki. Wapiti Reservation. Emerald Ranch and Bacelus Bridge. Na mindegy. Itt egy szép hegy. Tiszteljem, hogy is van, ilyen Minecraft feeling, csak nem kocka, hanem sima világ. Na itt vannak a medvék helye egyébként, itt van a Legendary Bear, tehát a legendás medve. Valahol. Ezt mindenféleképpen meg szeretném majd ölni egy külön videóban, viszont a végi játszásba fog beleszámítani, mert hát szeretném kinyírni videóba. Na jó, follow house here. Szóval. Bounty Hunters. Most a izékről, most írdának. A fejvadászokra váltottunk, az állatokról? Vagy mi a helyzet? Fú, de szép ez a játék. Egyébként még lesz szebb hely ebben a játékban, nem az a legszebb, de ez is annyira gyönyörű. Ez valami hihetetlen. Ez is shoot one. Gyerünk ma! No, itt fogunk éjszakazni a vadonban. 2 caliber. Hunter Rabbits. Na jó, akkor vadászunk le egy nyulat. Oké. Okay. Hát őt jelezte nyúlnak, úgyhogy én szívesen lelőlek, Hosea. Arról van szó. Na, ja várja, a lóval kéne oda menni? Jó, tudom. Uh-huh. Hát több, mint valószínű. Hoppa, szálljunk le. Oké. Okay. Ló, te már egy itten a dombon. Van erre felé, akkor hol egy nyúl? Ott van! Oké. Okay. Egyelőre nem látok egyet se, de se baj. Tögölj meg! Oké. Okay. Ez egy nyúl volt szerencsénkre. Hú, szerencsétlen állat. Pick up. Pick up the rabbit. Go to house here. Szerencsétlen állat.
Egyébként elég nagy ez a nyúl a valósághoz képest, na de mindegy. Na, gyerünk gyorsan ide. Na, itt vagyunk. Dra. Oké, mit? Picsi. Igen. Megsütjük a... Mi van? Igen. Na, ezt akarom. Na, tökéletes, elkezdtük rakni a tábort. És akkor... Te már közben beesteledett. Sütjünk egy kis kajot, ugyanis eléggé kevés kaja van a inventoringba. Na. Túljult a crafting menu. Süssünk kajot. Azt mondom. Hala megsüssük. Na. Megesszük. Szerintem. Another one. Gyerünk. Okay, after that. Süljél gyorsabban, köcsög. Okay, ezt elrakjuk. Mert kell az elemózsia. Ugyebár. Ezt is gyorsan süssük. Okay, ezt is elrakjuk. Another one, még egyet. És jó, bespájzolunk húsügyileg. Ugyanis, hát a HP az mindig jól jön. Még mindig van? Mennyi van? Azt a rohadt. Na süljé. Hossza egyébként már a tavasz, már nem tudom mit tudsz fázni. Oké, ennyi volt. Na jó. Akkor jó. Arthur és Hossza. Nyugovóra térnek. Ott lóvanak egyébként a puska a kártó. Puska? Ezt elég észre sem vettem, ha van egy puskaunk. Warning, seven horse. Tökéletes. Na. Közben ma a reggel van. És akkor... Jó lenne fölkelni. Oké. Barney Arthur, adja a kávét. Ha ma csinált is, mit akartok? Só. Szabadban főtt kávé, az igen. Na. Azt mondja egyébként Hossza, hogy itten feltehetőleg van itten egy állat, amit... Ja nem. Miért nem tovább? Arra hagyj meg! Na jó, nem tudok innen lelépni, valahogyan. Igen, ki akarok innen lépni a büdös faszba. Na. Egyébként Arthur, amit elnézem, ráférne van tényleg egy kis fodrászat. Na, itt van Mr. Hülye, ugye a lovunk. Na, akkor Hossza. Na, ez az egyik kedvenc hely, mint a Red Dead Redemptionben. Nézzétek, milyen szép. Na. Tűnikus olyan country feeling ez az egész játék, tetszik? Na. Akkor most megkeressük ezt a Legendary Magic-t. Egyelőre megkeressük, megölni ezt még mostan nem fogjuk. De megkeressi mindenféleképpen meg fogjuk. Hogy egyáltalán hol van. Aztán majd... Mert az elkövetkezendő részekben pedig eljövünk ide és megöljük. Szerintem az még az ma rögtön a következő részben lesz. Amikor is, sőt, nem, még most nem fogom fölvenni, majd, hogyha lesz egy kis pénzem puska arra, ami per pillanat még ugye bar nincsen. Na, lássuk. Azt a gyönyörű medvét hol van. Egyébként medvékhez képest tényleg elég nagy állat, mert kétszer akkora, mint egy normális medve. Na de, közben megérkeztünk, itt van valahol. Hú, biztos ide jár szárni.
Na jó. Na hova mész, Hauszél? Várja, én el akarom vinni a lovamról a puskat, várja. Ez nem csak úgy van, te puskával akarok menni. Ez nem kő. Merik bántod. Ezt tűzünk, mert ez hatékonyabb ez a pisztoly. Szerint ezt a rohadt puskat elő kéne venni, nem artaná. Na szaj. Lassuk. Aha, jó, megvan, ez első nyom. Inspect. The ball marks, hogy van itt egy-két lábnyom. Oké, találtunk valamit. Hova vezet egyébként? Oké, várja. RB-t nyomjunk. Oké, erre. This way. Erre. Oké, látom. Nem látom most van. Aha, megvan. A második nyomunk is megvan. Hol van? Ott van, oké. Inspect, lássuk. Some ground. Micsoda? Hogy kaja darab? Oké, ott a következő. Pontosan hol? Adtam. Na jó. Ez itt a meg szar. Aha. Azt mondja, hogy medve szar. Na jó. Tudtam. Gyerünk tovább. Hol a kövi? Itt vége. Nincs több, oké. We lost him. For now. Azt mondja. Na, akkor... Place bait here. Na jó. Nem tudom. Sleep out. Ja, sleep out. Jó. Egyébként majd Hosea spoilerezek meg, én szeretnék spoilerezni, meg fogja találni a medvét. Elég vicces módon. Sőt, elég látványos is lesz, hogyha arról van szó. Nem csak vicces. Follow the trail. Oké. Nincs itt valahol? Sőt, erre tovább nyomok nincsenek. Arthur, help, megtalálta, ajaj. No most van gond. Jövök, Hosea, nehogy meg, haj. Látjátok, ott a medve. Jézus Mária, de nagy. Fú. Dögöj. Jaj. Na húzaj, nem. Jó, te Hosea.